Ezt a videót már jó pár hónappal korábban elterveztem, hisz nagyon sokan kértétek, hogy legalább csak néhány mondatban mondjam el a véleményemet a szerb táncoló asszonyról, hogy mennyire igaz, mi lehet a háttérben, és így tovább. Már össze is írtam magamnak azokat a pontokat, amelyekről mindenképp majd beszélni szeretnék egy ilyen videóban, de ugye mindig volt egy más téma, mindig volt egy olyan téma, amit én fontosabbnak éreztem, és ugye azt is éreztem, hogy ahogy teltek múltok a hetek és a hónapok, hogy ez a téma szépen lassan kezd lesengni, és lehet, hogy már nem is kell róla beszélnem. Azonban pár napja is, nem tudom, hogy minek a hatására, de újra előjött ez a szerb táncoló asszony legendája, rejtélye. Több e-mailt is kaptam, több üzenetet is kaptam tőletek, és pár perc is érkezett egy hasonló komment, hogy Paxel egyszer lehetne videó a szerb táncoló hölgyről, én nem hiszem el, hogy létezik, de azért megnézném, hogy te mit mondasz róla. Hát akkor is nem is húzom, csavarom tovább a szót, ebben a videóban erről lesz szó. Történet 2019-ben kezdődik, amikor a szerb Telegráf, de egyébként a Telegráfon kívül még sok más híroldal is lehozza, hogy Belgrád belvárosában, a Batutovo utcában, a kórház utcájában egy idősebb nő sétál szerb népviseleti ruhában egy késsel a kezében. Megállítja az autósokat, vagy akár az arra sétáló embereket, fenyegeti őket, és ami még furcsább, hogy táncol is, és nagyon zavartnak tűnik. Nagyon vigyázzatok magatokra, a városi kórház mellett egy nő népi viseletben, késsel a kezében, üvöltözik az utcán, ha jön egy autó, akkor megáll és táncol előtte, majd amikor valaki kiszáll az autóból, hogy miért akadályozza a forgalmat, akkor késsel kezdi őt fenyegetni. Ki tudja, hogy még mire képes ez a nő, mi van, hogyha egy terhes nővel találkozik szembe, mindenki nagyon vigyázzon, ez a nő megzakkant. Ha megnézzük és egy kicsit elemezzük ezt a felvételt, amit egyébként egy szerbiai tévében is leadtak, akkor láthatjuk, hogy a hölgy népviseletben, és mintha ez lenne a világ egyik legtermészetesebb dolga, elkezd táncolni az út közepén. Ahogy kutakodtam a hagyományokban és a folklórban, és habár hivatalos bejegyzést nem találtam, hisz pont ez a folklór lényege, hogy szájról szájra terjed, találtam egy mítoszt a szerb táncoló asszonyról. Egyes szerb falvakban úgy tartják, hogy pár évszázaddal korábban egy szerb asszony beleszeretett egy férfiba, aki a szomszéd faluban lakott. De a szerelem, a házasság az nem jött létre. A szülők miatt. A szülők ezt nem engedték. És valóban egyes szerb falvakban úgy tartják, hogy a szerb asszony szelleme kísért egész Szerbiában, néha látják őt táncolni, közben szomorú dalokat énekel, és az is hozzátartozik a legendához, hogyha bárki, aki csak meglátja őt, neki meg kell halnia. Több infót sajnos nem találtam, hisz ezek a szóban élő, szájról szájra terjedő néphiedelmek nem olyan dolgok, amit interneten keresztül ki lehet kutatni. Viszont, hogyha ezt nem is, de azt igenis ki lehet kutatni, hogy mi az a tánc, milyen tánc az, amit ez a szerb asszony jár, és amivel nem túlzok, rettegésben tartja a félvilágot. A kezét kitárva, egy helyben mozgatja a sarkát, jobbra és balra. Hát nem volt nehéz megtalálni, ez valóban egy szerb népi tánc, Vlaške Igre egészen pontosan a tánc neve, ami magyarul egyébként román táncot jelent. Ez a Vlaške Igre, és nem is mennék bele jobban, ez egy olyan tánc, ami ugye Kelet-Szerbiában született, a román határtól nem messze, és hát ez egy ilyen román-szerb tánc ötvözet. Maradjunk ennyiben. Ha összehasonlítjuk a Vlaškét és a szerb táncoló asszony táncát, akkor csak apró változások vannak. Csak a dobbantás marad ki, de hogyha levágjuk a dobbantás részét, levesszük a dobbantás részét, akkor egy az egyben ugyanarról a táncról van szó mindkét esetben. A Vlaškéről egyébként azt tartják a hiedelmek, hogy az ártó gonosz szellemek előzése miatt táncolták, és ezt nem is igazán hangoztatnám ebben a videóban, nem is emelnék neki különösebb szerepet, ugyanis szerintem ez minden táncra, majdnem minden táncra igaz. Összességében, lényegében ez az, amit tudunk. A netet böngészve több olyan kommentet is találtam, ahol olyan emberek szólalnak meg is mondják el a véleményüket, akik valóban találkoztak a szerb táncoló asszonnyal Belgrád belvárosában még 2019-ben. Az egyik történet például úgy szól, hogy a táncoló szerb asszony elkezdett feléjük futni, és közben azt kiabálta, hogy idézem, a halál nagykövete vagyok.
Jeste dobro? Jebote, šta radi ono? Na de mi lehet az igazság? Ne felejtsük el, hogy a szerb táncolónőt legelőször 2019-ben látták. Mi történt ez alatt a 3 év alatt, amíg nem látta őt senki? Egyszer csak 2023 elén felbukkan a világ összes táján, és mindenki látni véli a szerb táncolónőt. A szerb hölgy a világ másik oldalán, Mexikóban is felbukkant. Az éjszaka közepén egy lány kinézett az ablakon, és egy táncoló nőt látott az ablaka előtt. Később be is bizonyította, hogy, és el is mesélte, hogy a felvétel valóban az éjszaka közepén történt, hajnali 0 óra 17 perckor, sőt, még a biztonsági kamera felvételét is megmutatta, ami szintén rögzítette ezt a nőt, ahogy a táncolás után hát szépen elsétál. Nem hiszem el, hogy valaki ezeket a videókat komolyan gondolja. De hogyha mégis, akkor egy kicsit jobban vizsgáljuk meg ezt az idézőjeles legendát. Ezek a videók, ez a videó, vagy ez, vagy akár ez, vagy ez, ezek mind paródiák, vagy prankek. Vagy csak egyszerűen a nézettség miatt születtek. A nézettség miatt születteket úgy értem, hogy ez egy tökéletes tartalom arra, hogy valaki felfutassa a TikTok vagy a YouTube csatornáját, hisz mi emberek nagyon szeretjük az ilyen rejtélyeket, az ilyen egyszerű, de mégis megfogható rejtélyeket, amelyeket közel érzünk magunkhoz, és itt is erről van szó. Az egyetlen videó, vagy videók, amelyek valódiak, azok még 2019-ben készültek. Ez az anyag valóban egy szerb nőt ábrázol, aki embereket fenyegetett meg Belgrád utcáin, egy késsel a kezében, ez valóban igaz, ehhez nem fér kétség. De a ma is elterjedt legenda, miszerint ez a szerb nő a világ minden táján megjelenik, és hogyha látod őt, akkor az életeddel fizetsz érte, az nem igaz. Tehát összegezve, van egy még 2019-ben történt eset, egy hír Szerbiából, Belgrádból, ami valóban igaz. Valószínű, hogy egy beteg asszonyról volt szó, aki hát nem volt rendben szellemileg. Viszont ami megnyugtató, hogy ekkor látták őt utoljára, amint bekerült a hírekbe és hírértéket kapott maga ez a jelenség, utána leállt. És egy kicsit azok számára, akik esetleg félnének tőle, az ő nyugtatásukra mondanám, hogy amíg ez a táncoló asszony aktív volt 2019-ben, addig senkit sem bántott. Nem történt semmilyen testi sértés, csak és ez a csak idézőjelben, csak szóbeli fenyegetőzés történt. Az igazság az az, hogy és hogyha őszinte akarok maradni, akkor egyik videóról sem lehet ténylegesen megállapítani és bebizonyítani, hogy kamu. Viszont szerintem látszik rajtuk. Először is fontos a ruházat. Ha csak valaki egy pulcsit köt a derekára, az még nem lesz népies szerb öltözet. Amikor a szerb nőt egy srác váltja fel, aki ráadásul még arra sem vette a fáradtságot, hogy beöltözzön, felvegyen egy szoknyát, a tánc se ugyanaz. Ezeket a videókat az én véleményem szerint nem lehet nem kamunak nevezni. Az egyik leghitelesebbnek itt felvétel az ez a videó, amit már több mint 115 millióan láttak. Hát sokak szerint ez a leghitelesebb 2023-as felvétel a szerb táncoló nőről. De egyrészt ez a nő ez nem visel hagyományos szerb népi ruházatot, csak egy hosszú fekete szoknyát és egy kötött pulcsit. Valamint, és ahogy én látom, maga a mozgás, a tánc ritmusa, a kéztartás, a tánc gyorsasága az nem egyezik. Persze mondhatjuk azt, hogy ez az egész felvétel ez igaz, hisz nem lehet se igazolni, se cáfolni. De 2023-ban egyetlen egy olyan videó sincs, ahol beszámolnának arról, hogy igen, megtörtént a fejlentés ismeretlen tetes ellen, hisz az a nő, ez a szerb táncoló asszony, ez bántotta őket. Semmi erről nincs szó, csak videózzák őt az ablakból, aztán feltöltik azt a közösségi oldalakra, és ezért is gondolom ezt az egész szerb táncoló nőt egy trendnek, mint sem egy valós veszélynek. Amire szerintem így összességében nagyon jó, hogy rávilágított ez a trend, szerintem nevezhetjük ezt trendnek, és most egy kicsit klisés leszek, hogy vigyázzunk az éjszakában, mert az ilyen emberek, főleg a szellemileg is beteg emberek, hát nagyon veszélyesek lehetnek.
egy teljesen más valóság van a szemük előtt, halucinálhatnak, és olyan dolgokra képesek, olyan dolgokat mondhatnak, aminek semmi köze a mi valóságunkhoz, csak az övéhez, de az ugye csak egy képzelt valóság. És így összességében ennyi, ez az, amit én is el tudtam mondani a szerb táncoló asszonyról. Egy beteg emberről volt szó, aki járt a Belgrád utcáit, fenyegette a járókelőket és az autósokat, nem történt semmilyen komoly probléma, csak fenyegetőzés, és sajnos ilyen emberek nem csak Szerbiában, hanem Magyarországon is előfordulnak, és előfordulhatnak. Hálásan köszönöm mindenkinek a figyelmet, találkozunk legközelebb egy másik videóban, addig is sziasztok!